Derek. Még mindig ő. Jó a továbbítás a Détárinak. Détári. Jó a továbbítás is. Kovács gól! Détári első nagy megmozdulásai a Ferencvárosban. Remek labdák, és aztán egy mesteri Détári kiugratás. Kovács pedig félfordulatból a hosszú sarokba. 1-1. Az első edzés után meg vagyok elégedve, hiszen a játékos 100%-osan végezte a gyakorlatokat. Nagyon szép dolgokat láttam, úgyhogy bizakodó vagyok. Én úgy gondolom, hogy sok munkával lehet majd eredményt elérni. Természetesen még korai lenne valamit is mondani, de viszont az első benyomásaim nagyon-nagyon biztatóak. Détári. Lipcsei remekül engedi maga elé Balási, kijön Lipcsei gól! Egy újabb mesteri indítás. Lipcsei gyönyörűen maga elé engedi, és 4-1 a Ferencvárosnak. Újabb remek passz, és Lipcsei helyzetfelismerése nagyon jó. Szép gól! Először is meg kell ismernem a játékosokat, és a tudásokat is fel kell térképeznem, fel kell mérnem. Egyelőre még korai lenne arról beszélni, hogy a második csapatból fölhozok játékosokat. Én is ismerem ezeket a neveket, akiket az előtt említettél. Én azt gondolom, hogy van egy 27-es keretünk, tehát minden játékosnak meg kell adni a lehetőséget. Ebbe az elkövetkezendő két hétben, hogy bizonyítsa azt, hogy Ferencváros szintű játékos, ha nem, akkor természetesen kell nekem mondanom róluk. Én nem nézem azt, hogy ki jár, melyik játékos honnan jött, aki a jó teljesítményt nyújtja, az fog játszani. A legjobb 11-et fogom a pályára küldeni, hogy ebbe saját nevelésű játékosok lesznek, vagy esetleg külföldiek, azt még most nem tudom megmondani. Erre majd térjünk vissza egy hónap múlva. Détári. Gyönyörű indítás megint, Albert. Ugyanazzal a lendülettel tovább, Albert a 16-oson belül, a kapusba lövi, de érkezik Vukovic, és 5-1. Hát Détári egészen szenzációs passzokat ad. Ezúttal is indít, Albert remek lendülettel, és Vukovic csak fölteszi az íra a pontot a Ferencváros 5. góljával. 5-1. Egyértelműen a Ferencvárosi a mérkőzés második félideje Détári remek passzaival. Egy ember nem lehet mindenkinek szimpatikus, és nem lehet 100 emberből 100-nak a kedvébe járni. Először is mindenki majd a munkám alapján ítélje meg. Jöjjenek majd ki, hiszen lesznek olyan lehetőségek, hogy meg lehet nézni az edzéseket, nézzék azt, hogy edzésen hogy dolgozunk, mit fejlődik a csapat, és akkor utána ítéljenek meg, és pláne ami legfontosabb, egy edzőt az eredmények mutatják meg, hogy milyen edző, vagy hogy dolgozik. Úgyhogy én azt mondom a kétkedőknek, hogy várjanak még egy kicsit, legyenek türelemmel velem szemben és a csapattal is. Mi biztos, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy elmozduljunk a tabelláról, és már a Zalaegerszeg ellen 3 pontot itthon begyűjtjük. Détári vissza Vukovicsnak, aztán maga viszi inkább. Détári a 16-oson belül, Détári gólhelyzet, de mindenki mellett elviszi, és egy óriási nagy gól. 20. perc, egyenlít a Ferencváros. Egy káprázatos Détári szóló. Nem hagyja, hogy Vukovics beavatkozzon. Mindenki mellett elviszi. Sáfárt is becsapja egy csellel, és úgy gurít a kapuba. 1-1. Abszolút klasszis alakítás. Nagyszerű cselek. És a befejezés is hibátlan. Nekem soha nem volt problémám a szurkolókkal. Tehát én szeretek velük beszélgetni, meghallgatom a véleményüket is, de természetesen az embernek egy ilyen felelősségteljes pozícióba saját magának kell meghozni a kellemetlen döntéseket is. Több nyílt edzést fogunk csinálni, amikor a szurkolók is kijöhetnek és megnézhetik, hogy dolgozunk. De most még azt kértem a vezetőségtől, hogy ebbe a két hétbe az lenne a legjobb, hogyha csak mi lennénk és mi dolgozunk, és majd az a legeszeg ellen a közönség is meg fogja látni, hogy egy teljesen más szellemű csapat fog pályára lépni.
És utána, az azutáni héten már 3-4 is nyílt lesz az edzés, mindenki jöhet, megnézheti, és csak az utolsó mérkőzés előtti napon lesz zárt kapus. A legfontosabb az, hogy pontokat szerezünk, tehát amellett, hogy természetesen egy biztonságos védekezésből kell kiindulni, szeretném azt, ha a csatárok és a középpályások is gólveszélyesen játszanának, de mondom, nagyon sok munka áll előttünk, és még nagyon-nagyon korai lenne arról beszélni, hogy milyen támadó futball, vagy milyen futball fogunk egyáltalán játszani. Én azt hiszem, ennél csodálatosabb hazatérés nem is lehetett volna. Igen, megmondom, hogy szintén nagyon boldog vagyok, mivel hogy csak 3 hetet tudtam a Ferencvárossal edzeni, és úgy érzem, ez bemutató mérkőzésnek nagyon jól sikerült. Tényleg úgy érzem, hogy aki kilátogatott már a Népstadionban, jó játékot látott, és hát tényleg egy csodálatos vadi közönség előtt játszottunk. Én azt hiszem, a te játékod annyiban új volt ma, hogy teljesen alárendelted a csapat érdekeknek. Mindenkit kiszolgáltál, zseniális passzaid voltak. Igen, tehát lényegében én csak egy vagyok a 11 játékos közül, tehát nem az a lényeg, hogy én gólt rúgjak, hanem a Tibi megszabta nekem, hogy mi a feladatom. Azt hiszem, hogy ha a Ferencváros nyer, és tényleg ilyen jól játszik, akkor az már oly mindegy, hogy kirúgja a gólt.